Üdvözletem, fiúk, lányok a YouTube világából, Csonti vagyok, ez pedig a következő epizódja az újonnan épített Vidápark városkának, és hát egy grammot se játszottam vele többet az előző videó óta, úgyhogy semmiről nem maradtatok le. Na, ahogy nézem, itt már elkezdtek épülni az első kis apartman házak. Ó, nagyszerű, úgyhogy a népesség is növekedésnek indul. Illetve a Vidám Park is már profitál. Jó, hát egyelőre még mínusz 32 per nap, de ez pillanatokon belül változni fog. De leraktam ide egy ilyen parkolót, hogy a buszok ide szállítsák a jó turistákat. Viszont ezzel sajnos a bűnözők is jöhetnek a szomszédos városokból. Mennyi busz, atyagatya. Rakok ide még egy busz megállót, csak hogy jó legyen. Na, és a mai epizódban szeretném tovább fejleszteni a városkát, bár fejlődik az magától is, de azért jobb azért segíteni. Na, első körben szeretném ezt a kis gazdasági hátrányomat leküzdeni azzal, hogy átugrok a szomszéd városkába. Ó, mi ez itt? Na, itt már ingáznak. Átuglok szorébe, és küldök ide pénzt, hogy a tartozásokat törleszteni tudjam. Hát egy olyan jó 100 000-et mondjuk. Az már biztosan elég lesz. Majd ezt követően visszatérek ide. Na, ugyancsak próbálok a most nemrég feliratkozók kedvéért tippeket, trükköket így elmondani, amiket már a korábbi részekben így taglaltam. Na, most például megmutatom, hogy hogyan lehet pénzt küldeni, vagy bármit küldeni szomszédos városoknak. Fontos az, hogy a városok össze legyenek kötve úttal, és általában, hát ez egy olyan régió, ahol minden város össze van kötve, de általában egy nagymű körül 4 városka van, és azok mind össze vannak kötve, viszont a többi már nincs. Azt még nem tudom, hogy a légi közlekedés az mennyire biztosítja ezt, de én most csapatok magamnak egy mondjuk jó 120 000-et. Ajándék küldés, erről van szó. El is indult a szállítmány, és ott jön a pénzszállító autó, illetve én is jövök ott látogatóba polgármesterként. Hurrá, hurrá, ilyen, ilyen, na. Jó, nézzük csak, nézzük csak. Na, és ahogy nézem, itt most kifele megy a nagy tömeg. Közben szervezek ide is egy újabb eseményt. Csak hogy el ne felejtődjön. Na, Vidám városból jön ez a pénzszállító autó. Hop-hop-hop, nem azt jelöltem ki. Na, így ki is lehet jelölni az autókat, hogy követni tudjuk. Simoleon teherautó. Ez elmegy ilyenkor a polgármesteri hivatalhoz, a Jenőhöz. Na, ez azért látható, hogy ebben a városkában már jóval nagyobb az élet. Hatalmas forgalom van. És megy a pénzszállító autó. Csak nem, hogy kirabolják szerencsétlen. Előtte meg itt az én limuzinom. Én is jövök látogatóba a szomszéd városból magamhoz. Hát igen, ez van, amikor így városai vannak már az embereknek. Na, itt a kereszteződéseknél is sajnos a lámpák megfogják némileg a forgalmat. Hogy sajnálatos módon ezért nem célszerű sok kereszteződés rakni a SimCity-be. Ahol csak lehet elkerülni, hát igen. Sajnos ez a közlekedés, ez egy ilyen sarkallatos pontja még mindig a játéknak. Na, de se baj, megy a pénzszállító autó, és hamarosan elérjük célunkat, a polgármesteri hivatalt. Hopp, itt is egy raklap turista vetődött partra. Hát igen, itt a városban azért belassult a dolog. Hova is megyünk? Hova is megyünk? Ujj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 
Hát igen, egy utca megtételéhez fél óra. Majdnem olyan jó a közlekedés, mint itt nálunk. Csúcsidőben. Halad az autó, halad. Na, és ide jött a mi házunkhoz, elvitte a pénzt, és most már kifelé tart a városból, reméljük. Valahol rablás történt. Jaj, közben a szeméttelepet felokosítjuk, hogy vigyen el szemetet a másik városból. Így rendelkezésére bocsátok 3 kukás autót. Jó, és nézzük, hát jelenleg a pénzszállító autó ott sorakozik. Megvárom, hogy átérjen a másik városba, és csak akkor megyek át. Hát igen, ez pár percet igénybe vesz, és így módon a két város közötti kereskedelem is picit emiatt nem a legflottabb, de valamit valamiért. Ojaj, besorakoztunk a dugóba, ahogy nézem. Közben megvirrad. Hát a pénzt már leemelte a szállítóautó. Igen, és most a főúton próbál kijutni a városból, ahol igen nagy a forgalom, hát csak így araszolva, de talán itt majd felgyorsulnak már az események, hogyha ott a főútra rámegy. Igen, ismét előre haladt. A Vidám Park előtt járunk, és pillanatokon belül kinn is lesz a városból. Amint átért oda, megnyugodtam. Igen, itt még itt van egy kereszteződés, ami megfogja egy picit a forgalmat, de most végre zsúgy, és át is ment a másik városba, és megérkezett a pénz, úgyhogy most már nyugodt szívvel visszatöltök ide. Vidám város. Na, 10 000 pénz. Még mindig, de szerintem pillanatok kérdése, hogy ide is elérjen a pénzszállító autó. Aha, ott jön. Igen, szélsebesen az autósztrádán, itt még nincsen gyilkos forgalom. Így gyorsan megfordul. Remélem. Igen, megérkezett a polgár városházához, és 10 000-ből 130 000 pénzünk lett. Úgyhogy én ezt arra használom, hogy a kötvényeket visszafizessem. És így akkor mindjárt jobb a bevételi mutatónk is. 922-re felugrottunk, nem kell többet visszafizetni, illetve a Vidám Parkot is fogom tudni tovább bővíteni ebből a pénzből, mert ugye itt a fő befektetés. Lerakok szerintem egy ilyen hurrá tornyot. Ez egy ilyen hosszanti elhelyezést igényel. Jó, ez itt van, illetve egy rendőrség is dukál a városnak, mivel a turistákkal együtt a bűnözők is megérkeztek. Szerintem így ide középre leteszem. Ó, nincs elég szimóleonom, mert mennyibe kerül? Ó, 30 000. Hát akkor még egy picit várni kell, hogy a rendőrök megérkezzenek a városba. Szerencsére a bűnözés sem olyan kimagasló még. Aztán ki tudja. Na, beüzemeltük a hurrá tornyot, és pillanatok belül használatba is veszik a lelkes színek, mert ott az első öngyilkos jelöltek mennek jegyezt venni. Na, jönnek. Hát még ilyen szerény forgalom van. Ó, és közben már tűz is van, ahogy nézem, de semmi gond. Jegyszedő bácsi így szépen mindenkit vár, sorakoztat, nehogy beszálljanak még idő előtt.
Na és megindult az attrakció. Szépen megy fölfele a torony. Jó magasra. És innen fog becsapódni. Zsuty. Na. Igen. Na, és egy ilyen menetért fizettek az emberek. De nem gond. Na, már jönnek is ki. Oké, tűnés. Menjél, vásároljál máshol. Menjél kalózkodni. Na, úgyhogy a vidám parkon bővült. Hopp, közben itt kigyulladt egy házikó. Nem, elhagyták a bűnözés miatt. Ezt lebontom. Na nézzük csak, most már 260 turistát képes befogadni a Vidám Park. Hogy jönnek itt kicsik és nagyok, és már 2500 napi profitom van. Tegnap 4500 volt. Úgyhogy valószínűleg ez sikerül majd felülmúlni. Nagyon helyes. Na, kicsit begyorsítom az időt, hogy a rendőrséget is minél előbb le tudjam tenni. Mert úgy tűnik itt a bűnözés kezd tarthatatlan méreteket ölteni. A kukások közben körbe mennek, nagyon helyes. Begyűjtik a szemetet minden lakásból. Aggódnak a bűnözés miatt. Majd közben jönnek az ingázók is hazafele. 27 000. Még pár óra és meg leszünk. Ó, és már tegnapi bevételt felülmúltuk. Nagyon helyes. Akkor a beruházás is meg fog térülni. És a Vidám Park is szintet lép. Attól függően, hogy mennyi volt a napi bevétele. Ha elérjük a 10 000-es napi bevételet, akkor meg is lesz a következő szint. De talán ez még ma is meg lehet, mert még majd 3,5 órán keresztül nyitva van a Vidám Park. És közben újabb lakóházak, újabb potenciális Vidám Park látogatók érkeznek. Megvan a 30 000 pénz, úgyhogy ezt rögtön... Soiree retteget gyilkos a szabadlában, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Ide le is teszem a rendőrséget. És majd még egy rendőrautót hozzáadok, hogy több legyen a járőr. Gyilkos szabadlábon, ajajaj. Jó, a bűnözésnek gátat vetünk. Éjszaka nagyon jól néz ki ez a Vidám Park. Jó, és mindjárt vége a mai napnak, és megkapjuk a profitot, ami 8244 forint. Forint Simoleon. Jó, és 1000 pénzből pillanatok múlva 13 000. Na, és tegnap 9450 Simoleonra tettünk szert, és ebből az újabb rendőrautókat fogom finanszírozni. Így né. És akkor a bűnözésnek ezennel vége. Legalábbis most, egy ideig. Na, vetek egy pillantást arra, hogy a házak mik hogyan fejlődnek. Ugye az előző videóban mondtam, hogy a házak fejlettségéért az felelős, hogyha itt mosolyog a fej, akkor ez így feljebb megy ez a csík, és hogy eléri a következő szintet, és az út is megfelelően fejlett, hogy el tudja látni a magasabb szintű házat, akkor tovább fejlődik a ház. Ja, és van hely. Ez fontos, hogy hely kell. Na, és van ez a nézet, ez a boldogsági mutató. Na, ahol piros, ott valami nem klappol. És minimum ilyen világos zöld vagy sárga legyen minden ház. Ha meg zöld, akkor szépen fejlődik ott a
Boldogság és a lakosság. Na, és itt van ez a másik, ez az életsűrűségi térkép. Na, ez mutatja, hogy mennyire tartanak előre a fejlődésben a házak. Nem kell megijedni, ha valahol piros, az azt jelenti, hogy ott nemrég épült át vagy újra az adott létesítmény, és még nagyon az elején van ennek a boldogsági mutató, sűrűség mutatónak, és minél zöldebb, annál valószínűbb, hogy mindjárt tovább fog fejlődni. A sárga az középen, és akkor így megy szépen a zöld fele. Úgyhogy így lehet könnyen monitorozni, hogy hogyan fejlődnek a házaink. Ha majd ez a rész is itt már ilyen nagyon zöld lesz, akkor ott is megéri majd tovább fejleszteni az utakat. Sok szórakozási lehetőség van a városban. Na, ennek örülök. Vidám Park az éjszaka zárva tart, tehát éjfél és reggel 10 óra között nem fogad vendégeket. Ez alatt a karbantartók dolgoznak. Soaré mentőautói minőségnek. Na igen, a mentőszolgált lesz a következő, amit fejlesztenem kell. Ó, és szükség van még kereskedelmi épületekre. Ahogy nézem, van 280 munkanélküli, és 43 emberre várnak még. Ó, itt miért költöztek el? Túl nagy a bűnözés. Ajjaj. Hát ez sajnálatos. Nem baj, majd beköltöznek újabb emberek. Közben építek ide is pár kereskedelmi épületet. Jó lesz ez. Mellesleg ott van az a kis kék csíkocska itt. Látjátok? Az mutatja, hogy ha maximálisan fejlődne az épület, akkor mekkora kiterjedése lenne. Hogy ezzel is érdemes számolni, amikor az új városunkat húzzuk fel éppen. Ugye itt a fáig ér, eddig a fáig, és hogy átmenjük a túloldalra, vagy nézzük itt. Hát ott most kicsi az út, úgyhogy ott így sokkal kisebb a sűrűség, de nagyjából, ha itt beépíteném ezt is, akkor, és itt maximális lenne az út, akkor így nagyjából kiegyenlítené egymást a két maximális sűrűség, reméljük. Na, de egyelőre ennyi. Kéne tűzoltóság, valahol tűz van. Ujj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 
biztos, hogy jött, leégett az a lakóház. Kettő is, ami azt illeti, hogy el kell romboljam. Hát most így pár száz lakót azt lehet elvesztettem. De hát még ugye nem engedhetem meg magamnak a tűzoltóságot is. Az nagyon fontos, hogy itt nagyon kell figyelnem arra, hogy jó legyen a közlekedés, mivel ez a vidám park sok embert fog ide csődíteni. Úgyhogy itt fedhetetlennek kell lenni közlekedésügyileg. Na, Izgiland megnyitotta kapuit, és áramlanak be a jó népek. Elkezdték használni az attrakciókat is, nagyon helyes. Ó, játékbarlangot is fel tudok húzni. Na, lehet, hogy még ebbe a városba csinálnak kaszinókat is, de nem most rögtön. Mindenesetre egy kereskedelmi vidám park és kaszinóváros egy-két látványossággal. Nagyon jó turista csapda lesz ebből. Ó, milyen sötétek ezek a házak. Megpróbálom itt tovább fejleszteni az utakat. Lenyomom az R gombot, és akkor így... közepes forgalmú utcáig fejlesztem őket. Hát itt van már járda. Na, hát ez a tipikus kertvárosi millió, ami fogad minket. Indulnak útra munkába.
közben egy városi park. Szép környék. Végig csak jobb ez, mint a földút. De bár. És elvetőleg a munkanélküliség is csökken. Remek. És az új kereskedelmi épületekkel a bevétel is nőni fog. Vagy ezt a lakóvezetet lehet át kéne építenem még kereskedelmi épületekké. De majd itt ezt az erőművet elbontom, és az áramforrást máshonnan, valamint a szennyvíztisztítót is lebontom, és ide egy vasútállomást kell felhúzzak. Turisták be tudjanak özölleni a városkába. Na, nézzük! Ó, hát egyelőre ma nem volt még olyan nagy forgalom, de majd este felé, na azért jönnek a turisták, szépen jönnek. Hát minden így van, először kicsibe indulunk, aztán szép lassan kinövi magát a városka. Na és megépültek az újabb lakóházikók. Na és a bűnözés is rendben van. Ha itt az egyes ikonokra kattintotok, akkor itt mindig jelzi, hogy az aktuális szolgáltatás az milyen fokon üzemel. Itt ugye az áram az zöldben van, annak örülünk. A szenny, a vízkészletek is nagyon jól kitartanak. Ó, legújabb sorházak épülnek. Szennyvíztisztítás is maximális. Jó, hát itt nincs semmi egyre. A szemétszállítás, hát ugye a szomszéd városka viszi el a szemetünket, és 378-at a 402 kukából kiürített. Úgyhogy ez nagyon jó arány, hát sajnos volt két tűzeset. Viszont kórházra kell mindenképp majd gyűjteni, úgyhogy a következő nap kórházat építek. Elkövetett bűncselekmények, 2, és ebből naponta 2, hát 11 napi bűnöző van és 3 letartóztatás, hogyha a rendőrség lehetne még hatékonyabb. Oktatás még nincs, illetve a közlekedés 14 perc átlagos várakozási idő, az nagyon is jó. Na, és megépült az első közepes gazdagságú sorház. Látható egy kellemes kis újépítésű lakóparkról van szó. Nagyon jól néz ki. És akkor valószínűleg a... Igen, csökkent a munkaerőhiány itt is. Viszont itt a munkanélküliség növekedett a legszegényebb rétegeknél. Semmi gond. Majd lesz itt még attrakció, kérem szépen. Na, és kíváncsi vagyok, hogy sikerül ezt a mai nap tovább fejleszteni a Vidám Parkot. Na, 22 óra van, és még van 2 óránk. Hoppá, közben. Ja nem. Csak a 1300 az óránkéti bevétel. Nagyon jó. A helyi gyújtogató is továbbállt. Szuper! Még egy óra van hátra, 9900, na úgy tűnik, hogy meg lesz a mai nap a siker. És szerintem akkor a 2. szintű Vidám Parkot fogom már tovább fejleszteni. Ami még több attrakciót tesz lehetővé, és egy nagy attrakciót is építhetek majd. De persze, ehhez kellenek a szükséges anyagiak is. Mindig 157 ember dorbézol. Na, és hamarosan záróra. Még ott egy utolsó menet a Hurrá tornyon. Mielőtt bezárják a Vidám Parkot, de lehet, hogy ők ott alszanak a toronyban. Oké, köszönjük a részvételt, záróra, 5 perc múlva engedjük a kutyákat, és elérhet az újabb fejlesztés.
Hurrá! Na, és az újabb fejlesztéssel még több másodlagos látványosság, még több elárusító stand, és egy darab fő látványosság vált elérhetővé, és szerintem ez egy óriás kerék lesz, amit én ide le fogok tenni, amely remélhetőleg még több látványos turistát vonz majd ide. Ojj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 
szerencsére itt az Alföldön, az erdő szélén keletkezett a tornádó, és reméljük, hogy nem éri el a lakóövezetet. Ujjaj. Jó, egyelőre itt az erdő szélén pusztít. Szórja szét a szemetet. Ajaj, ne, ne, a vidámparkot hagyd békén. Ne, nézz onnan! Nem még jönne itt? Na, na, na! Jó, talán ez elmúlik. Ujjaj. Dorothy, ez már nem Kansas. Jó hosszú ideig pusztít. Ne, ne, megy a vidám park felé! Ne, csak a vidám parkot! Ne! Ne! Ujjaj! Ez mekkora látványosság, gyerekek! Ingyen tornádó vasút! Ujjaj, itt problémák lesznek. Ne! Az út! A hurrátorony! És pont a vidám parkot! Na lássuk, milyen károkat szenvedtünk. Pattogatott kukoricásnak és az elárusító stannak annyi. Jó, hát ide egy pattogatott kukoricást, meg egy új elárusító standot felhúzunk. Úgy tűnik, hogy viszont nagyobb károkat nem szenvedtünk. Reméljük. Hű. Illetve a szökőkutat is ledöntötte, ahogy nézem. A szép kis szökőkutunkat. És akkor ezt is elbontom. Ide építek egy újat. Na, így már is jobb. Hát igen, ilyenek is jöhetnek a SimCity világában, de hála az égnek, felkészültek voltunk, illetve mákom is volt, hogy nem söpört végig a főbejáraton is, mert az viszont jó drága mulatság lett volna. Na, mai részben az izgalmak is megvoltak, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és innen fogom folytatni a Vidám Park város fejlesztését. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, és további jó videózást kívánok. Sziasztok!